meghívója, vagy estére? Csak hogy én nem az estére jöttem, hanem Ángelhez. Ángel arra kérje, hogy menjen el? Ángel engem arra kért, hogy maradja. Na, hát nem sikerült. Kérem, most mit kell tegyek? Elvállalom a házt a hálátlan szerepet, hogy magát innen eltávolítsa. Igen, és ki bízta meg ezzel a hálátlan szereppel? Na, ki kérdezte, azért nem hagyom magam. Az öreg? Persze. El akar távolítani, mert ő is szerelmes Ángelbe. Ugye lenne szíves egy picit összefüggőbben beszélni? Mondja, asszony, Ángel 3 hónappal ezelőtt férjhez ment valakihez, igaz? Maga ezt tudja? Igen, tudom. Kicsit kellemetlen. És azt is tudja, hogy kihez? Luxemburg grófjához. Nagyon kellemetlen. És mondja, kitől tudja? Öntől. Tőlem? Na most árulta el. Hű, de kellemetlen. Arról kérem, hogy senkinek el nem mondja. Na, ezt megígérhetem. Sőt, egy örömhírt is közlök önnel. Én most elmegyek innen. Szóval, megyek! Nagyon kedves, elmegy, de tulajdonképpen miért is hová? Várnak a barátaim ott a Montmartre-on, a Momus kávéházban. Sokkal jobban érzem magam. Asszonyom, a viszontlátásra! A viszontlátásra! Elment már az a rövál váró? Elment. Nagyon nehéz volt eltávolítani. Igen, hát nagyon köszönöm önnek, ezt meg fogom állálni. Jaj, minden vertezek egy ilyen édes drag, karacsillagpogár emberét. Új, hát Anzsad soha nem mondott nekem ilyen szépeket. Te tudja miért? Mert szereti, meg imádja. Szemérmes titkolja az érzelmeit. Ja, értem, hát ezért nem mondta, hogy szeret. Nem mondja maga, nem próbált előtte engem szóba. Dehogy nem, de hozzám vágja a papucsát! Hát te tudja, hogy miért? De szeret, mert imád! Mondja. Na. Ugye lehet még engem szeretni? De hogy de lehet? Hát én személy szerint legyen 60-as. El nem cserélnék 2-30-at. Ez jó. Akkor tegye vissza. Ez nagyon jó. Hogy a... De nem próbálj rólam mesélni, Angel.